Patkány volt a gúny neve, valójában kivételes bérgyilkosként rettegték a szlovák alvilágban József Rohácsot. A férfit a múlt héten Pozsonyban is életfogytiglanra ítélték, ez azt jelenti, hogy a magyar áldozatokkal együtt összesen már 9 ember meggyilkolásáért mondták ki bűnösnek jogerősen. Rohács ezeket a merényleteket tagadja, de fél évvel ezelőtt nagy meglepetésre egy olyan bérgyilkosságot vállalt magára, amelyért már mást elítéltek. Ezek az utolsó felvételek, amik József Rohácsról készültek. 2017. december 19-én a fővárosi ítélőtábla jogerősen életfogytiglantartó fegyházbüntetésre ítélte 5 ember meggyilkolása miatt. Egy héttel ezelőtt ismét született egy jogerős ítélet, a szlovák legfelsőbb bíróság is életfogytiglantartó büntetést szabott ki rá, ott 4 ember kivégzése miatt kell felelnie. Nem emlékszem a szlovák alvilág történetéből hasonló személyre, aki ennyi gyilkosságot ilyen részletességgel előkészített volna. Különlegesnek tartották őt abból a szempontból, hogy ő szakosodott ezekre a robbanó szerkezetekre. Negatív szempontból ő egy alvilági legenda volt. Ezt nyilatkozta Ján Petrovics, az Aktuality újságírója. Ő végigkövette József Rohács és bűntársainak évek óta húzódó szlovákiai eljárását. Az alvilágban Patkány néven ismert József Rohács 1956-ban született Léván. Az első komolyabb bűncselekményét 1985-ben követte el, túszulejtette a csehszlovák egészségügyminiszter helyettest, és így akart Ausztriába szökni. Elfogták és 15 évre ítélték terrorizmusért. Ő volt az első rab, aki meg tudott szökni Csehszlovákia legszigorúbb börtönéből, de aztán ismét letartóztatták. Később egy börtönlázadást szervezett, és végül 1989-ben amnestiával szabadult. A korábbi speciális katonai kiképzését felhasználva ő lett a szlovák, majd a magyar alvilág bomba szakértője és legrettegettebb bérgyilkosa. József Rohács a 90-es évek közepén csatlakozott a pozsonyi Szikora klánhoz. A bűnszervezet az egész szlovák alvilágot behálózta, a legerősebb és legkegyetlenebb maffia csoport volt. A hierarchikusan felépülő bűnbanda úgy működött, mint az olasz maffia, katonákkal, alvezérekkel és egy teljhatalmú főnökkel. József Rohács nekik dolgozott, de ott is különleges szerepe volt. Ő nem vett részt mindennapi ügyekben, vagy a klán klasszikus működését érintő dolgokban. Rohácsot mindig csak speciális, különleges akciók alkalmával keresték meg. Olyan bűncselekményekhez, amelyeket hosszú ideig terveztek, és közvetlenül ő végezte el ezeket. Tehát tényleg kiemelt szerepe volt. Úgy tartották nyilván, mint a Szikora klán gyilkológépét. Vražedným článkom Szikorovského gangu. A Szikora klán vezetőjét, Miroslav Szikorát 1997-ben meggyilkolták. A helyét Robert Lalis vette át, az ő parancsára indult el egy 2 évig tartó véres leszámolás hullám. 1998. áprilisában ölt először a klán. Egy korábban velük együttműködő, de később kellemetlenné váló bűnözőt öltek meg. Egy hónappal később már Rohácsot bízták meg a következő gyilkossággal, egy konkurens bűnbanda vezérét robbantotta fel. Júniusban a Szikora klán egyik tagja lelőtt egy másik maffiózót, majd 1998. októberében Rohács a gépfegyveréből leadott sortűzzel ölte meg az ellenséges csoport új vezetőjét. 1999. májusában Rohács ismét lelőtte egy konkurens bűnözőcsoport egyik tagját, az utolsó gyilkosságot pedig pár hónappal később, októberben követte el, szintén egy alvilági figurára nyitott tüzet. Időközben József Rohács Magyarországon is aktív volt. 1998. februárjában lelőtte az ismert médiavállalkozót Fenyő Jánost, majd júliusban az illegális olajszőkítésből meggazdagodott Portik Tamás parancsára az Aranykéz utcában felrobbantotta az alvilág titkairól videóvallomásában beszélő Boros Tamás maffiózót. Abban a merényletben még 3 járókelő is életét vesztette. Titkosszolgálatú alvilág, ez mind össze van kötve. A robbantás után Rohács eltűnt, igaz, akkoriban még nem gyanúsították meg ezekkel a bűncselekményekkel. 2008-ban Prágában fogták el egy közúti ellenőrzésnél, majd Magyarországra szállították, ugyanis egy sikertelen bombamerénylet elkövetése miatt körözték, egy maffiózó autójára helyezett pokolgépen megtalálták az új lenyomatát, de a bomba leesett és nem robbant fel. Rohácsot 2010-ben engedték szabadon, de egy évvel később újból elfogták, ekkor derült ki, hogy az ő DNS-ét találták meg a fenyőgyilkosság helyszínén,
Nem sokkal ezután meggyanúsították az Aranykéz utcai robbantás elkövetésével is. Tavaly decemberben jogerősen is életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték, leghamarabb 30 év után kerülhet feltételesen szabadlábra. Közben Szlovákiában is újra nyomozni kezdtek a 90-es évek végén történt leszámolások miatt. Sorra fogták el a Szikora klán tagjait, akik közül többen beismerő vallomást tettek. De maga az ügy is sok évvel a bűncselekmények elkövetése után került a bíróság elé. Mert természetesen a Szikora klán tagjai némaságot fogadtak. Amikor működtek, mint egy homogén bűnszervezet, nem vallottak. De sok évvel később a rendőrök elkezdtek rájuk intenzívebben dolgozni. József Rohácsot nem szállították át Magyarországról Szlovákiában, a távol létében folyt az eljárás. Az ügyvédjén keresztül csak annyit üzent, hogy ő ártatlan. A fellebbezések miatt a különleges büntetőbíróság kétszer is hozott ítéletet az ügyben, majd ezt a döntést hagyta jóvá egy héttel ezelőtt a szlovák legfelsőbb bíróság. József Rohácsot Szlovákiában is életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték, leghamarabb 25 év után vizsgálja a bíróság, hogy szabadlábra kerülhet-e. De József Rohács története itt még nem ért véget. Fél évvel ezelőtt életében először beismerő vallomást tett, de egy olyan gyilkosságot vállalt magára, ami miatt már elítéltek valaki mást. 1996. november 1-én lelőttek egy ismert maffiózót, Prisztás Józsefet. Az áldozat be akart szállni a terepjárójába, de amikor nyitotta az ajtót, egy biciklis ért mögé, és néhány méterről egyetlen lövéssel kivégezte őt. Az elkövető a Dunába dobta a pisztolyt és a kerékpárt is. Ezek sosem kerültek elő. A jogerős bírósági ítélet szerint a gyilkosságot Portik Tamás megbízásából a testőre, Hatvani István követte el. Rohács egy hangfelvétellel üzent a Hír TV Riasztás című műsorának, hogy tudja, ki a valódi tettes. Részletesen elmondta a Prisztás gyilkosság körülményeit, és nagyon részletesen elmondta, hogy ő mit tett. Egész pontosan elmondta, hogy ő volt az, aki lelőtte Prisztás Józsefet. A nyomozóknak arról beszélt Rohács, hogy egy azóta már meggyilkolt bűntársa hozta a megbízást a Dunaszerdahelyi alvilágon keresztül az ukrán maffiától. De erről részleteket ő nem tud, mert neki csak a kivégzés volt a dolga. Ezt teljesítette is, amiért 10-15 ezer német márkát kapott. Az ügyészség szerint Rohács nem mond igazat, nem ő volt a gyilkos, csak valamiért magára vállalta azt a merényletet. József Rohácsot a perújítási eljárásban csak tanúként fogják kihallgatni, és csak azután gyanúsíthatják, illetve vádolhatják meg Prisztás József megölésével, ha már felmentették az eddigi vádlottat, Hatvani Istvánt. József Rohács addig is a két életfogytig tartó szabadságvesztését, vagyis az összesen 55 éves büntetését tölti.